Kezdődik a vasárnapi kézilabda maraton itt a Digisporton. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ismételten Dabasról. Ferencváros, Lublin, Türing, Győr, Kroácia, Zágráb, MKB, Veszprém. Aki szereti a kézilabdát, illetve szeret magyar sikerekért szorítani, annak nem kell más tennie este 8 óráig, mint leheverednie a képernyők elé és nézni a Digisport egyet. Hát ezt a Ferencváros Lublin találkozót felfoghatjuk azt hiszem egyfajta könnyed felvezetésnek is, hiszen hogyha a Lublin korábbi magyarországi eredményeit nézzük, akkor igazából sok esélye nem lehet a lengyel együttesnek ezen a mérkőzésen. 7-szer járt Magyarországon, mind a 7 találkozóját elveszítette. Ráadásul az elmúlt 3 esztendőben mindössze egyetlen egy nemzetközi kupa mérkőzést tudott megnyerni vendégként a lengyel együttes. Érkeznek a ferencvárosi játékosok, a lengyelek már bent vannak a pályán. Hát amikor megalapították ezt a lengyel csapatot, egész pontosan 1993-ban, akkor addigra a Ferencváros nyert már egy kekket, illetve játszott egy begdöntőt, úgyhogy azért tradícióban is jelentős a különbség a két klub között. Azóta viszont abszolút egyeduralkodó a Lublin Lengyelországban. Szikora Melinda érkezik, ahogy hallhattuk, ő lesz az első számú kapus ezen a mérkőzésen, aztán Mészáros Rea. A beállóktól azt hiszem, hogy sokkal többet várhatunk ezen a mérkőzésen, mint amennyit láttunk tőlük az előző találkozókon. Igen, csak vérszegény volt a Ferencváros ezen a poszton az elmúlt mérkőzéseken. Ami a két csapat egymás elleni múltját illeti, 2002-ben Bajnokok Ligája negyed döntőt játszott egymással a két klub, és egyetlen egy góllal tudott csak jobbnak bizonyulni a Ferencváros összesítésben, de ugye akkor az továbbjutást ért, és aztán utána a Buducnost testén keresztül jutott el a Bajnokok Ligájába, fináléjába a zöld-fehér csapat, amelynek akkor Németh András volt a vezetőedzője. Szóval a Lublin, illetve a Buducnost is kellemes emlékeket ébresztett a zöld-fehér együttesben. És hát ugye a Buducnost egy héttel ezelőtt már sikerült legyőzni itt Dabason, és ezzel újra versenyben van Elek Gábor csapata a továbbjutásért. Hát a Buducnost tehetne egy nagy szívességet a Ferencvárosnak a mai napon. 15 óra 15 perckor kezdődik majd a Mütjillán-Podgorica találkozó, és hogyha ott a montenegróiak tudnának egy pontot szerezni valahogy a dánokkal szemben, akkor azért azzal jelentősen megkönnyítenék a zöldfehérek dolgát majd a továbbiakban. Pillanatokon belül jön a Bajnokok Ligája himnusza, minden továbbit majd utána. Közel 100-an jöttek szurkolni Lengyelországból a Lublinnak, ez abszolút megszokott. Jártak már itt lengyel csapatok a férfiaknál is, ugye a Kielce például, és hát megszokhattuk, hogy fantasztikus hangulatot teremtenek még idegenben is a szurkolóik. Ima a zöldfehérek összeállítása, továbbra is egyetlen egy hiányzó, Szekercés Luca, akinek későn kivették a manduláját, ő nem állhat Elek Gábor rendelkezésére. Ferenci Anna Máriát, illetve Kocsis Ágnest nevezte be plusz emberként a Ferencváros szakvezetője erre a mérkőzés, aztán, hogy mennyi szerephez jutnak, az megint egy másik kérdés, mint ahogy az is, hogy Elek Gábor mennyit rotál majd ezen a találkozón. Azt ki lehetett venni a szavaiból, hogy most nem döntött el előre, hogy mennyire fogja felforgatni a kezdőcsapatát. Ima Lublin összeállítása, egy két nevet feltétlenül ki kell emelni, Majerekét, illetve Malekét.
ők már aktív szereplői voltak annak a párharcnak is, amiről beszéltem, amelyet 2002-ben rendeztek, tehát a két legrutinosabb játékosról van szó. A Lublin csapatában Majerek már 37 esztendős, itt pedig Edward Jankowski, a vendégcsapat szakvezetője, 10 éve irányítja a klubot, pontosan a BL negyeddöntős szezon után vette át az irányítást. Sikora Melinda, illetve Jekaterina Dzsukeva. Sikora először kezd majd a Bajnokok Ligájában, Dzsukeva pedig bolgár kapus. Hát mondhatjuk, hogy az egyetlen fecske a bolgár kézilabdában. Szucsánszki Zita fantasztikus teljesítményt nyújtott az előző héten a Buducnost ellen. Egyre jobb formába lendül, és Alina Vojtas az egyetlen válogatott játékosa a Lublin csapatának. Balátlövőről van szó. Itt pedig egy érdekes svéd játékvezetői páros, Laurel, illetve Engberg. Őket a világbajnokságra delegálta a Nemzetközi Kézilabda Szövetség dacára annak, hogy egyetlen egy Bajnokok Ligája mérkőzés sincs még mögöttük. Most debütálnak a legrangosabb európai sorozatban. Az EHF egyébként másik három svéd párost menedzselt az elmúlt években. Most azonban nekik szavaz bizalmat. Elképzelhető egyébként, hogy van összefüggés a világbajnokságra való delegálásuk, illetve az itteni szerepvállalásuk között. A lengyel játékosok fogadkoznak. Hogyha összehasonlítjuk az erőviszonyokat, igazából ugye mondtam, hogy egy válogatott játékos a lengyel csapatban, Hajdú János 7 játékost hívott be a Ferencvárosból a jövő heti Provident kupára. Úgyhogy azért ez nagyon komolyan a mieink felé billenti a mérleg nyelvét, de hát aztán ugye az erőviszonyokat a pályán érvényre kell juttatni. Fehérben tehát a Lublin, zöldben pedig a magyar csapat, és az alapfelállás a mieinknél, ugye Sikora az egyetlen kivételő a kapuban, Kovacsic, Zácsik, Cifra, Tomori, Szucsánszki és Vértel a mieink hatos fala. Az ellenfélnél Gega tízessel bent a pályán, és Vojtász nála a labda, őrá kell azt hiszem a legjobban figyelni. Na meg persze minden más lengyel játékosra, például Mágor Zatár Rolára, ő szerezte az első gólt a mérkőzésen. Zácsik szépen tovább, Kovacsic, gyorsan jön a válasz. Kovacsic Mónika az utóbbi évek egyik legjobb mérkőzését játszotta, legalábbis a saját maga szempontjából a Bajnokok Ligájában a Buducnost ellen. Egyetlen egy rossz lövése volt, illetve hát azt sem nevezném igazán rossznak. Voltering bravúrral hárította. 6 gólt lőtt Kovacsic a legutóbbi mérkőzésen. Megpattan a labda a blokkon. Így kerülhetett a kapu most Gega próbálkozása. 1-2, de gyorsan jön megint a válasz. Még másfél perc sem telt el, és már is 4 gól. Zácsik Szandra egyenlített. Ahogy azt Elek Gábor is elmondta, jó lenne elvenni a lengyelek kedvét majd a két hét múlva esedékes második mérkőzéstől. Az a továbbjutás elengedhetetlen feltétele, hogy a Lublin ellen 4 pontot szerezzen a Fradi. Gega a labdával. Vojtász. És aztán a másik oldalon Kozimóra jobb átlövő. Nem is bocsánat, Malek az. 3 jobbkezessel kezdett a Lublin. Kovacsic a magyar csapatnak 3 góllal. Kovacsic Mónikának ez volt a második. A Buducnost rengeteg indítás gólt lőtt a Lublinnak az első fordulóban. Damütyilland is szépen megszórta őket ebből a fajta találatokból az előző mérkőzésen. Nem rendeződnek gyorsan vissza a lengyelek, ezt ki lehet használni. Zácsik védekezett erőszakosan Gegával szemben. Vojtász. Malek. Úgy döntött Edward Jankowski tehát, hogy Malek révén egy rutinos játékos tesz a kezdőcsapatba. Sárgalapos figyelmeztetés közben Cifrának. Az előző találkozón Kozimur kezdett. Egy balkezes jobb átlövő.
de mindössze 19 esztendős. Malek a maga 32 évének minden rutinját fel tudja itt vonultatni. Vojtas! Malerek tovább, megint Vojtas. Felmegy, ellövi, és be is dobja a 3-3. Nagyon fontos tagja egyébként a lengyel válogatottnak is, Alina Vojtas. A fehér oroszokkal játszottak világbajnoki előselejtezőt még tavasszal. És akkor két mérkőzésen 10 gólt lőtt Abramovicsnak. Most ugye Szikora áll a másik kapuban. És reméljük, hogy nem is kell jönni Abramovicsnak, mert az azt jelenti, hogy Szikora jó teljesítményt nyújt. Zácsik. A hangulatra természetesen most sem lehet panasz. A hét elején még lehetett belépőket vásárolni a mérkőzésre. De azért végül is megtelt a Davasi csarnok erre a találkozóra is. Tomori. Bent szabálytalan zárás miatt elvették a labdát. Megy Rola helyzetben. Véd egyet Szikora, de 7 méteres lesz, és lehet, hogy még kiállítás is bizony. Szucsánszki Zita kapja. Méghozzá kétkezes lökésért. Védekezésben nagyon jó teljesítményt nyújtott Szucsánszki eddig az egész szezonban. Támadásban a Buducnost elleni találkozóig meglehetősen súlytalannak bizonyult. Ott azonban már remekelt. Na nézzük Vojtaszt. 3-4. Tíz gólt lőtt az első két mérkőzésen Alina Vojtas. Egyébként a Lublin szerezte a második legkevesebbet az egész mezőnyben. Csak a spanyol Bera múlta alul a lengyel bajnokot. Tomori, Zácsik, ember hátrányban, bent van most Pena. Ő teszi tovább a labdát, Tomori most már. Pena nagyon keveset játszott a Buducnost ellen az előző fordulóban. Fent a bíró keze, Zácsik lő közbe, már itt Dzsukeva. Robog Rola. Gega megáll, aztán jön Vojtas. Szikora. Lent marad egy lengyel. Állítják az órát gyorsan a játékvezetők. Ugye ahhoz, hogy egy csapat meg tudja akadályozni a másik gyors indulását, az is lehet egy fegyver, hogy többször lent maradnak a támadás befejezése után. Már elvileg ez a játékvezetőkre van bízva, hogy megállítják-e a játékot. Papíron csak a támadás befejezése után kell, hogy akár végig is engedhették volna a svédek, hogyha indul a Ferencváros, de itt most nem volt erre szükség. Nem rohantak a miénk ember hátrányban. Pena. Tomori. Zácsik, gyönyörű gól. Igazából nem fogta a kapu egyik oldalát sem Dzsukeva. Zácsik a rövidbe dobta. Pont egy éve a Larvik ellen alkotott nagyot Zácsik Szandra a Bajnokok Ligájában. Akkor ugye egy fantasztikus győzelem jött a második fordulóban a norvég csapat ellen, és aztán egy elvileg kötelező győzelem a Sävehofval szemben, viszont az nagyon nyögvenyelősre sikerült a harmadik körben. Reméljük, hogy itt most nem kell annyit izgulni, mint a svédek elleni mérkőzésen egy éve. Vojtas nem tudja megfogni, Kovacsics viszont igen. Ezért is lehetett volna akár ítélni valamit. Szabad dobást kaptunk végül. A kiállítás pedig ebben a pillanatban letelt. Szucsánszki visszatért a pályára. Zácsik.
Hogyha ő a 9-esen belül lőhet, az sok jót nem jelent az ellenfél számára. Három gólos már Zárcsik Szandra. Talán bele is ért még ott egy lengyel kéz. Nem segített sokat Dzsukeván, sőt sem ennyit. Giga Vojtas. Mekkora gól dobott. Szépen megtámasztotta magát ott az Ácsik Szandrán. Inkább Kovacsicon mind a ketten próbálták távol tartani Vojtas, de éles szögből is bedobta. 5-5. Tomori. Fontos gólok szerzője Tomori Zsuzsa. Ezt a Budućnost ellen is bebizonyította. Hármat lőtt az utolsó 10 percben nagyon fontos pillanatokban. És most meg Werten szerez labdát. Visszamegy vele Malek. Werten azonban így is gólt szerez. És még kiarcol egy kiállítást is. Ez így tökéletes teljesítmény. Labdát szerez Werten. Gólt lő belőle. És még ember előnybe is kerülünk. Ez igen. Werten Orcsinak nem nagyon ment a Podgorica ellen. 8 gólt lőtt róla a montenegróiak szélsője Petrovic. Nyilván benne is azért ott van a vágy, hogy javítson. Itt pedig Dorota Malek, a kiállított játékos, az első lengyel, aki 2 percet kapott. Lépéshiba. Itt most megvan a lehetőség, hogy elhúzzon a Fradi. Zácsik. Tomori, ez neki zicser, értékesíti is. Nyolc-öt, először 3 gól a különbség. Nagy volt eljött az egyes és a kettes védő között. Hát ugye hiányzik egy ember a Lublinból. Még 1 percig. Vojtas. Cifra ráncigálta meg egy picit. Csak hogy megmutassa, hogy ki a főnök ott középen. Edward Jankowski. Már kézbe vette az időkérést. Jelző táblát. A ferencvárosi szurkolók meg a hangulatot. Vojtas. Valahogy csak lekerült a szélre Rolához, viszont bevenni már nem tudott a labdával. Tomori siet. Nem adja le, bedobolja maga. Kilenc-öt. Látszott a mozgásán, hogy egy pillanatra megfordult a fejében, hogy odaadja Kovacsicnak. De inkább gólt szerzett. Ugyanúgy 3 gólos, mint ahogy Zácsik Szandra is. A Lublin pedig időt kér, úgyhogy még 10 perc sem telt el a mérkőzésből. Kevesebb, mint 10 perc alatt 9 gólt lőtt a Ferencváros. Przestańcie pieprzyć w ogóle, bo my proste byki oddajemy piłki. No. Jak można tak grać, Karpa? Wracamy do naszego poziomu ligowego, bo oddajemy im piłki, one nas kontrują. No. A w obronie co jest? Co jest w obronie? Zamiast wyjść, pieprzyć, to my co? To jest walka? To jest walka? Prawa strona! Prawa strona! Nawet kosztem tego, że dobra do koła, trzeba wyjść do tej rzucającej dwójki. Jó belőle minden. Ő sem tehet, az minden gól látható. Kicsit
Iván, bravo, gyerekek! Védekezik egy picivel több kell, segítsünk a Melinek, jó, gyerünk! Támadásban egyelőre valóban minden jó. A zöldfehéreknél Dzsukeva nagyon nem találkozott a labdával. Egyébként a Lublin első számú kapusa Veronika Gablik sérült. Ez is hozzátartozik az igazsághoz. A védekezésen lehet azért még tökéletesíteni. Ezen vannak most a zöldfehérek is, de most már azonos létszámnál kiegészült a Lublin. Betörés, és gólt szerez belőle Necziaruk. Tegnap volt alkalma beszélgetni egy picit Abramovicssal, ők válogatott béli csapattársak Fehér Oroszországban. Tomori. Szucsánszki. Tomori nem tudja összeszedni, Szucsánszki igen. Ugye remek bejátszás, Kovacsics, ezt most védi Dzsukeva. Na kár volt mondanom, hogy nem találkozott a labdával. Mennyire nincs bolgár kézilabda egyébként, utána néztem még a Challenge kupában, vagyis az Európai Kézilabda Szövetség felzárkóztató sorozatában sincs bolgár csapat a hölgyeknél. Dzsukeva viszont a Bajnokok Ligájában szerepel. Valóban ő az egyetlen fecske Bulgáriában e tekintetben. Szép csel, viszont egy kicsit sokat lépett Gega. Pont egyel többet a megengedettnél. Szucsánszki kijön a kapufáról, Kovacsics azzal bemehetett volna simán. Inkább úgy volt vele, hogy kezdődjön előről a támadás. Ami nagy előny a Ferencvárosnál, hogy nem kell cserélni védekezés és támadás között. Zácsik! Mert hogy amióta Zácsik Szandra jó állapotban van, azóta védekezésben is terhelhető. Támadásban meg ilyen gólokat szerez. Ez volt a negyedik neki ma. A lengyel szurkolók pedig nagyon nem vesztették kedvüket. Továbbra is olyan elánnal víztatják a csapatukat, mint az első percben, pedig most 4 gólos a hátrány. Szikora megy vérten, ez neki zicser, és be is dobja. Most már 5 gólos a különbség. A Debrecen ellen hétközben jó formát mutatott. Vérten Orsolya maga biztosan győzött hazai pályán a bajnokságban a Fradi. Most viszont gólt kap. Vojtasz kér elnézést Szikora Melindától. Zácsik most elpuffantja. Vojtasz le a szélre, Rola, Kovacsics állította meg. Malek. Elvették a játékvezetők a lengyelektől. Cifra nem tudja megfogni a labdát, ott a másik oldalon Vérten. Zicser, állítja Dzsukeva. 1-2 aprócska technikai malőr most a mieinknél is. Marad a 11-7 a 15. percben. Malek. Vojtasz szabadon lőhetett, viszont Szikora pontosan tudta, hogy hova fog érkezni a labda. Kezd belejönni a mieink kapusa. Tomori. Nálunk ő lőtte a legtöbb gólt
az első két fordulóban összesen 14-et igazságos elosztásban. Szucsánszki, Tomori, Zácsik, Vérten azzal nem lehet bemenni. Szucsánszki, cifra összeszedi, 7-es. Zsukeva bosszankodik nagyon, Zicsert védett. Az ő szempontjából mindenképpen érthető a felháborodása, de hát ez teljesen egyértelmű volt a kézben a mez. És jönne rá a Pena. A 100. gólját lőheti a Bajnokok Ligájában. Vicsakóban és a Ferencvárosban hozta össze az eddigi 99-et. És most megvan a 100. is. Stílusosan 7 méteresből, mert hogy ő a legbiztosabb ítélet végrehajtója a Fradinak. Hojtász, nagyon közel engedtük, ráadásul kiállítás is lesz, Szucsánszki már a másodikat kapja. Ez így nem egész 16 perc elteltével nem a legjobb hír. Bizony ott levegőben lévő játékos lökött meg Szucsánszki Zita. Nagyon nem lehet vitatkozni a játékvezetői ítéleten. Újra bent Nerea Pena a pályán. Vérten. Pena. Pena tovább, Zácsik. Ketten is a földön, szabad dobás lesz. Törölni is kell. Most itt az utóbbi percekben azért támadásban is valamelyest elkezdett döcögni a miénk gépezete, nem növekszik tovább a különbség. Meleg Gábor nyilván azt szeretné, hogyha minél nagyobb arányban nyerne a Ferencváros. Pena. Pena közbelővé, Dzsukeva, ő is azért kezd rátalálni a lövésekre. Malek, visszarendeződik, Zácsik elhalásza a labdát nagyon szépen Drabik elől. Ráadásul megindulunk Vérten, hűha, labdavezetési hiba. Ezért most nagyon nagy kár, könnyű gólt szerezhetünk volna ember hátrányban. Ráadásul Vértel nem figyel, aztán még eszmélt az utolsó pillanatban. Vojtász. Tomori üti el a labdát, marad a lengyeleknél. Szarka Adrien melegít közben a kispad mellett, Szamaránszki Piroska is levette a melegítőjét, épp úgy, mint ahogy Mészáros Rea is. Úgyhogy cserék várhatók a magyar csapatban, közben pedig egy elrontott lengyel támadás. Pedig egyúttal azt is jelenti, hogy lepergethetjük a másodperceket. Pillanatokon belül kiegészülhet a Fradi. Ebben a pillanatban Szamoránsz kilép a pályára. Elek Gábor pedig időt kér. Új felállás. És alig, hanem egy-két finomságot meg kell ehhez beszélni. Erről beszéltem, hogy a bőség zavar. Tehát látod, előbb három labda a lerohadásból, annyi lehetőséged van. Hát vigyük végig akkor Orsiot, akkor ne azt keresik, kinek tud adni, mert rajtad nem volt ember. Jó? Annyit változtatunk, hogy a Rea jön be védekezésbe a cipejére, a Billy marad fönn kettesbe. A Zizi kettőt nem akarok cserélni, úgyhogy a Zizi még marad egy kicsit, de nem kapasztott két percet, jó? Balszélen maradunk, és egy cserét csinálunk, a Szani jön, ha jön a Rea helyére, jó?
Gyerekek, csináljuk, mert ha eldöntettük volna, és itt szerencsétlenkedünk, az csinálja a kapus, amit megbeszéltünk, figyeljünk már oda! 2-3! Pokázza vás parádi szokulni! Ukrajna, co ja poradzę? Ja mogę odpowiadać wam bajki. Paraliż nas ogarnął. W obronie to my się nie poruszamy w ogóle. Stoimy i nie wiadomo na co my czekamy. Zamiast karma tu aktywność i ten. Gdzie jest to? A w ataku? Gdzie jest to? Bizony, ahogy Elek Gábor is mondta, azért maradt ebben az első 18 percben. Lehetne nagyobb is a különbség ennél a mostani 4-nél, Vérten. Most elkezdett újra növekedni. Vérten Orsolya 3 gólos. Valek igyekezett. Aztán ugyanezt teszi Zácsik is, az ő helyére érkezik, ahogy azt hallottuk Mészárosra a védekezésben. Ő lesz most a másik hármas Tomori mellett. Az első BL gólját is megszerezte Mészáros Rea az elmúlt héten a Buducnost ellen. A Vásztól érkezett nyáron. Vojtas ellépte bizony. Tomori. Szucsánszki tovább. Mészáros. Ezt most hárítja Dzsukeva, de 7 méteres. Visszaért ugyan Malek. De meglökte Mészáros Reát. Ott mi? Ugyanaz a szituáció, mint amiért 2 percet kapott bizony a másik oldalon Szucsánszki Zita, úgyhogy most Malek is megkapja. Következetesek a játékvezetők, és Maleknek is a második kiállítása. Ez érkezik megint Nerea Pena. Ez is bent van, 14-8. Összesen egy ferencvárosi 7 méteres maradt ki eddig idén a BL-ben. Dániában rontott egyet Pena Englertel szemben. Buducnost ellen hibátlan maradt, amikor nagyon kellett. Necjaruk irányít most a Lublinban. És bent van Kozimur, akiről beszéltem. 19 esztendős jobb átlövő. Nálunk pedig most Szarka a pályán. Vértet váltotta a bal szélen, és ő védekezik. Kettes pozícióban Szucsánszkit levitte a szélre Elek Gábor. Ott azért kisebb az esély arra, hogy kiállítást kapjon. Vojtas. Szucsánszki lökött. Miért nem volt annyira súlyos. Vojtas, egészen a 9-esig előre jönnek a zöldfehérek. Teljesen tanácstalannak tűnik a Lublin most támadásban. És már sokáig nem is passzolgathatnak a lengyelek. Vojtasnak készítik le, Vojtas bedobja. Gyakorlatilag Vojtasból áll ez a Lublin, legalábbis támadásban. A lengyelek 9 góljából 6-ot ő szerzett. Mondom, a válogatott mérkőzéseken is a lengyel nemzeti csapat legeredményesebb játékosai között van szinte minden mérkőzésen. Remek bepassz Tomori. Újabb könnyed gól. Nálunk pedig közben kapuscsere is történt, ahogy azt láthatták. Abramovic érkezett Szikora helyett. Szikorának nem sikerült igazán elkapni a fonalat. Volt egy-két védése. Hát Abramovic többet tud hozzátenni ma a meccshez. Nem kell egyébként feltétlenül extra kapus teljesítmény ezen a találkozón. Hát azért nyilván minél többet védenek a kapusok, annál nagyobb lehet a különbség. Vojtas, Necjaruk, Kozimur. Mészáros állította meg Vojtaszt, és annyira elbizonytalanította, hogy messze-messze kidobta a pályáról a labdát a balátlövő.
Elek Gáborral beszélgettem a mérkőzés előtt, és azt mondta, hogy amennyit hoz Vojtász a Lublinnak, azért annyi el is megy rajta, hiszen nagyon fegyelmezetlennek látta ő a videófelvételek alapján. Egy-két technikai hibát már elkövetett, remek bepassz, de megint kimarad egy helyzetbeállóból. Mint hátok ülne a mieinken ott azon a poszton, Abramovic viszont véd egy nagyot. Itt van még egyszer Dzsukeva hárítás a Szamoránszki lövése után, és aztán a másik oldalon Abramovic. Tomori megpattan a labda, Dzsukeva pedig hozzáért még, úgyhogy a Lublin jöhet. Vojtász. Giga ezúttal csak védekezik, és Drabik jön támadásba. Ennyi fiatal játékost azért Edvard Jankowski nem szeretne védekezésben látni. A 19 éves a beálló is, és a jobb átlövő is. Közülük az egyiket mindenképpen cserélni akarja. Necjaruk. Kozimur. Necjaruk, ezt most szépen lehúzzák a szélre. Gól is születik belőle. Magor Zatamajerek a találat szerzője. Itt meg Tomori Zsuzsa. A legeredményesebb ferencvárosi ezzel. Elképesztő könnyedén lövi a gólokat, itt pedig még egyszer Majerek találata. 1994 óta a Lublin csapatának tagja Majerek. Hosszú indítás Abramovicstól, Szamoránszki, na ezt most már át a belövi, de nincs bent. Dzsukeva hárított. Hihetetlen, hogy beállóban nem tudunk gólt szerezni, Vojtász. Mi már a hetediket számolja. Itt ül előttem Páder Ildikó, és ő is a fejét fogta Szamoránszki kihagyott helyzeténél. És pedig a lengyel kis pad. Tomori. Zácsik. Szarka, az igen. Gyönyörűen végigjátszott támadás le egészen a szélig. És Szarka is feliratkozik a góllövők közé. Nagyon bíztatóan kezdődött számára ez az idény. A tavalyi viszonylag gyengébb szereplése után. Hogyha most ez a szezon valóban jól sikerül. A Szarka Adrien fiatal kora ellenére is már kétszeres kekgyőztes. És azért mind a két sikerben volt része, nem is kevés. 22 éves, még mindig csupán a bal szélső. Necjaruk. Mészáros kapja el, szabad dobás. És még talált egy sárgalapot a játékvezető, nem merítette ki a keretet a Fradi eddig. Belül vagyunk most már jócskán az utolsó 5 percen az első félidőben. Vojtász. Lépés hiba miatt veszik el. Na ez az, amit mondott Elek Gábor. Egy újabb technikai hiba az ellenfél legjobbjánál. Lublin. Remek. Kovacsics. Három gólos Kovacsics. Mónika penáltól jött a passz. Bepattintott a Dzsukeva lámai között Kovacsics Mónika. 18-11, elérheti akár a 20 gólt is a szünetig a Fradi. Necjaruk. Vojtász. Szamoránszki állítja meg, vagy legalábbis tartóztatja fel valamennyire. Nem egyszerű, a legmagasabb játékos a Lublinban. 191 cm.
Necsiaru. Gyürkőzik ott középen, jön Kazimor. Úgy tűnik, hogy őt lehet hagyni lőni. Pena. Mészáros szalad le. Ilyen Zácsik. És még egyszer Kozimur próbálkozása és Abramovic könnyed védése. Pena kezéből csúszik ki a labda, és ezzel elmehetnek a lengyelek. Szerencsére volt a szindítása borzasztó. Majerek már nem érte úton, ráadásul Majerek le is marad. Pena hátra néz, és aztán elkezd sietni. Zácsik, Tomori, lehúzzuk a szélre. Kovacsics, gyönyörű akció. Remek felismerés Nerea Penától, hogy lehet menni. Nem véletlenül tapsol a teljes fradi kispad. Miközben mi láthatjuk a lassítást gyönyörűen, mintha emberelőnyben lett volna a magyar csapat. És Németh Andrásnak is tetszett, 19-11. Vojtas. Csak szabad dobás. Sikerült szépen megtartani Drabikot. Vojtas. Necsiaruk. Szamoránszki kísérte csak. Necsiaruk ellen úgy tűnik, hogy ez kevés, legalábbis most kevés volt. Lesz-e 20 magyar gól egy fél idő alatt? Nagyon jó a lövő százalék mind a két oldalon. Még közel 70%-os, sőt lehet, hogy ezzel most már el is éri a 70-et. Szarka. 20-12. És valóban itt azért nagyon komoly különbséget lehet építeni. Majd még a hátralévő 30 percben. Vojtas. Necsiaruk. Kazimur. Van még 10 másodperc, jó lenne most már ezt megúszni kapott gól nélkül. Ah, jól néz ki ez a 20-12. Kazimur ellövi. Könnyedén blokkoljuk. Nincs tehát változás. 8 góllal vezet a Ferencváros. 20-12 az első fél idő után. Olyan a mérkőzés, ami erre számítani lehetett. Könnyedén szerzi a góljait a Ferencváros, és akár még nagyobb is lehetett volna a különbség, de hát azért az a néhány technikai hiba, amelyet elkövettek a ferencvárosi játékosok, az egy ilyen mérkőzésen, egy BL találkozón maximálisan belefér. Egyelőre nagyon-nagyon magabiztos magyar vezetés, tehát a szünetben is jövünk majd vissza ide Dabasra. Németh Andrással hallhatnak egy interjút, úgyhogy ne menjenek sehová, rövid szünet után jövünk tehát vissza. És akkor ismét Dabas, tehát a helyszín. És már itt vannak a játékosok, legalábbis a ferencvárosiak. A kispadnál 20-12-es magyar vezetés, és egy picit reflektálva arra, amit Németh András mondott, ugye az a 7 csapat, amelyet említett, hogy esélyes a legjobb 4 közé jutni a Bajnokok Ligájában. Hát elég szerencsétlen módon osztott el valóban itt a csoportokban, hiszen kettőbe is csak egy került, ugye az egyik a győri csoport, miközben a mérkőzés statisztikáját láthatjuk, 5 lerohanásgólt, 5 indításgólt szerzett direktben a Ferencváros, ezt láthatjuk ugye a harmadik sorban, és rengeteg technikai hiba, illetve eladott labda a Lublinnál, ez összesen 11, hogyha a negyedik és az ötödik sort összeadjuk, szóval nagyjából az történik itt a pályán, amire számítani lehetett. Szóval a Győr csoportjából ugye egy ilyen csapat került, a BL címvédő, a másik 3 együttes igazából maximális célként azt tűzheti ki magának, hogy a legjobb 8 közé verekedje magát. Aztán itt a Midtjylland, a Buducnost és a Ferencváros tényleg késhegyre menő küzdelmet vív a továbbjutásért. Ebből a 3 csapatból
az egyik csak a kegben folytathatja majd a C csoportban. Ugye a Krim Ljubljana, a kiemelkedő gárda, a Sévehof, a Lipcse, valamint a Metz harcol a második helyért, és a Sévehof áll egyébként jelen pillanatban a legjobban. A D1-ben meg gyakorlatilag borítékolni lehet a Larvik, illetve a Vardar Skopje továbbjutását. 5-5 ponttal vezet a két sztár csapat, a Podravka 2 pontos a Beraberának, meg egy sincs. A Larvik ma 27-17-re győzött egyébként Spanyolországban a Berabera ellen a papírformának megfelelően. Szóval abból a 7 esélyes csapatból 6 marad az első csoport kör után. Reméljük, hogy abban a 6-ban két magyar csapat lesz majd. A Ferencváros már kezdené a második félidőt. A lengyelek még egy picit fogadkoznak. Szükségük lesz rá, mert hogy itt azért elég komoly hátrányt szedtek össze az első félidőt követően. Szomár Cifra Anitát láthattuk egy pillanatra. Tényleg talán a beálló poszt az egyetlen, amelyért, hát nem is azt mondom, hogy aggódhatunk, de mondjuk szoríthatunk itt a második félidőben, hogy szülessenek onnan is gólok, hogy Cifra Anitának, Szamoránszki Piroskának, Mészáros Reának is nőjön az önbizalma majd a továbbiakra nézve. Meg persze ugyanezt elmondhatjuk Laura Steinbachról is, aki szintén ott van a pályán 18-assal, ő teszi tovább a labdát Zácsiknak. Tomori az, aki a kispadon kezd a második fél időben az elsőhöz képest. A Mexikora Melinda is, mert hogy Abramovic a miénk kapujában. Steinbach ugye egyetlen egy percet sem játszott a Buducnost ellen, most meg majdnem góllal mutatkozik be. Kár, hogy végül Jokeva hozzáért. Talán Steinbach beilleszkedése megy a legnehezebben. Ez főleg a dániai találkozón a Midtjylland ellen ütközött ki. Hát igazából ugye majd tavasszal legyen a legjobb formában Steinbach. Szerintem Elek Gábor is aláírná, hogyha ez így lenne. Hát igazából nem csak formájával van a baj, hanem egyelőre még a szerkezetben nem sikerült igazán beépíteni. Folytászunk, minden esetre ott folytatja az első fél időben a bajta. A 8. gólja. Malek a labdával. Vojtas. Malek megy, most kap egy szabad dobást. Mészáros és Cifra most a két középső védőnk. Nagyjából a Mészáros Cifra Tomori 3-ast forgatja Elek Gábor. Vojtas. Itt pedig Rolát láthattuk egy pillanatra. Mészáros birkózott egy nagyot a beállóval, 2 percet kap érte. Nem engedte el Mészáros Rea. Konkrétan bele tönkölte a pálya talajába Joana Drabikot. Mészáros Rea is csupán 19 esztendős. Junior Európa bajnoki ezüstérmes volt. Válogatott a Szekerc és Lucával együtt egyébként a ferencvárosi játékosok közül. Vojtas, Necsiaruk, Necsiaruk betör, gyönyörű gólt szerez. A második félidő első két találata a Lubliné. Nem lenne baj, ha nem aludnánk be itt a szünet után. Ez a plusz 8, ez megfelelő alap arra, hogy egy akár 10 gólnál is nagyobb különbségű győzelmet hozzon össze a Ferencváros. Steinbach, a második lövése is sikertelen. Önbizalom terén nem áll túlságosan jól a német. Pontosan látszik. Nem rossz a bejátszás. Szucsánszki. Cifrának ütött oda Gega. Érkezik megint Steinbach.
nagyon megviselte az a dániai mérkőzés. A kis csapatok ellen a bajnokságban szórja a gólokat egyébként. Igazából a rangadókon nem megy neki, de hát ugye ott ütközik ki elsősorban az, hogy mennyire illeszkedett már be, és mennyire épült be a szerkezetbe Szucsánszki lő mellé. Ennek oka, hogy hozzáért Neciaruk a labdájához. Még nincs ferencvárosi gól a második fél időben. Steinbach. Szucsánszki. Steinbach le a szélre Vértenhez. Szucsánszki, Zácsik, aki most jobb átlövőt játszik. Zácsiknak fognak összeállni a mieink. Hárman maradnak elől. Passzív jelzés van érvényben. Ketten már vissza is szaladtak. Zácsik az gyenge. Dzsukeva már is játékba dobja a többieket. Majerek. Majerek visszakapja, ezt megint nagyon szépen csinálták. 20-15. 0-3 egyelőre itt a második félidő. Vérten az, aki elaludt. Malekre figyelt. Steinbach. Zácsik. Szucsánszki. Zácsik bejátszása Vérten. Szépen bepattintotta Vojtas mellett. Védekezésben azért nem acélos a Lublin legjobbja. Eleve nem mozog túlságosan könnyen. Így örültek szurkolók az első hazai gólnak itt a szünet után. Vojtas, jó a bepassz. Ez sem rajtunk múlt most sajnos, ráadásul a kipattanó is a lengyeleké. Nem csodálkoznék nagyon egy időkérésen, őszintén szólva. Nincs olyan játékos szerintem a pályán, akit a legjobban ne szúrt volna le itt ebben a bő 5 percben. Szucsánszki. Az első gólja ma Szucsánszki Zitának. A másik oldalra várt a Dzsukeva. Bátran fent hagyja őt Elek Gábor, attól függetlenül, hogy már kettő kiállítással játszik a 16. perc óta. Ráadásul most kettesben védekezik Szucsánszki Zita, de nagyon fegyelmezetten a második kiállítása óta. Vojtas, Réd Abramovic, Kovacsics pedig most agresszívebben ment a kipattanóra, kár, hogy belépett a hatoson belülre. Visszakerül így a labda a lengyelekhez. Malek, nem támadjuk meg, de is dobja. Újabb fegyelmezetlenség. Zácsik most már a másik oldalon, Szucsánszki. Zácsikon lökött egyet Malek, Kovacsics. Ő a múlt heti Buducnost elleni találkozó óta nem nagyon tud rontani, ma is csak egyszer hibázott. 23-17. Ezért egy picit szigorú még az a tekintet. Sokkal több van ebben a mérkőzésben, ami a különbséget illeti, ezt érzi Elek Gábor. Igazából egyébként a csoport végeredménye szempontjából nagyon nem oszt, nem szoros, hogy mennyivel nyer a Ferencváros, hiszen a Lublin elleni találkozók valószínűleg kiesnek majd a véges számolásnál, legalábbis ami a gólkülönbséget, az összesített gólkülönbséget illeti. Ugye, hogyha azonos pontszámmal végez a másik három csapat, akkor egy mini tabella alakul majd ki. Itt igazából a 4 pont a lényeg, de hogy meglegyen a harmadik és a negyedik pont is 2 hét múlva, ahhoz kellene most érzésem szerint minél jobban legyőzni a lengyeleket. Eszükbe sem jusson 2 hét múlva, hogy lehet esélyük a Fradi ellen hazai pályán.
Steinbach a pályán ismét. Jó lenne, hogy egy-két lövése neki is sikerülne. Szucsánszki, Steinbach. Német most középen, Szucsánszki jobb oldalon, zárcsik a balon. És aztán Steinbach most jön balátlövő pozícióba, az az ő igazi helye. Steinbach, ezt is védi Dzsukeva. És van induló ember, szerencsére Szucsánszki visszaér Majerekkel. De így is végig viszik a lengyelek. Nincs ítélet? Akkor köszönjük szépen. Érzésem szerint fújhattak volna a játékvezetők, szerencsére nem tették. Az ellenakcióból megvérten gólt szerez. Az ötödiket most már. Kovacsics, Tomori és Vérten is ennyinél tart. Akadnak azért itt jó egyéni teljesítmények. Necjaruk, Malek, Vojtas. Malek, ellövi Szucsánszki felett. Megjött a lövő kedve. 2001 óta kézilabdázik a Lublinban egyébként. Zácsik! Ő is nagyon régóta a Fradiban. Egy kis Ljubljanai kitérővel ugye. De hát az ő igazi otthona, a Ferencváros, ezt mindig is mondta. Malek. Necjaruk, belemenés. Kovacsics mehet, és Kovacsics kihagyja az ittszert. És így nincs 6 gólos egyelőre a Fradiban, most már 4-en vannak 5 találaton. Zácsik Szandra is felzárkózott a másik 3 játékos mellé. Cserélnek a lengyelek. 25-össel Skrzyniart a pályán. Hát, hogy csak Kamilának fogom hívni innentől. Szabad dobás. Hát mondjuk a másik jobb átlövő, Kozimur nem tett hozzá sokat Lublin teljesítményéhez. Majerek, rövid volt neki a passz. Abramovic, és rossz indítás. Ezek a másodpercek most itt nem a kézilabda szépségeiről szóltak. A labda nálunk, ez a lényeg. Meg az, amit ott a bal felső sarokban lehet olvasni. 25-18 ide. Steinbach. Zácsik. Szucsánszki. Szucsánszki, ó, az igen! Gyönyörű gól Szucsánszki Zitától. Ezt itt érdemes megnézni a lassításban. A kapus sem arra az oldalra várta. Extra. Jelenleg Gábor tudja, hogy Szucsánszki Zita képes rá. Vojtas. Malek. Majerek. Mellé húzza. Kilenc gólos különbség még nem volt a mérkőzésen. Most lehet. Most áll döntetlenre a második félidő. 6-6 góllal eddig. Steinbach. Zácsik. Steinbach. Na! Ez már bent van! Megvan Laura Steinbach első gólja. Az eddigi legnagyobb örömet ez a találat váltotta ki a Fradi kispadján. Tudja mindenki a zöldfejreknél, hogy Steinbach nagyon-nagyon sokat érhet
az öltfehér csapatnak majd a későbbiekben. De hát ez egy nehéz időszak számára, ezzel túl kell esni. Szerencsére azért van itt egy-két olyan mérkőzés, amelyeken ezt meg lehet tenni. Malek. Edward Jankowski, nem tudom, hogy miben bízik. Malek. A fekkesek, egy picit a lengyelek, hogy ezt nem adták meg. Cifranita kap 2 percet. Épp, hogy belefújtak már a játékvezetők, amikor Travik ellőtte a labdát. Akár volna is ítélhették volna, de nekünk azért nem olyan nagy baj az, hogy nem tették. Majerek. Vojtas tovább, Malek. Lehúzzák a szélre. Vojtas közelről lőhet. 9 gólos Alina Vojtas. Steinbach. Zácsik, Szucsánszki bemutatta a kínaira a paszt Kovacsicnak, 2 perc lesz a másik oldalon is. Íme még egyszer. Teljesen jogos a kiállítás. Rolának kell lemenni. Fena lőni a hetest. A játékvezető most mutatja a lengyel játékosoknak, hogy onnan azért elmehetnének a hatosról. Ők felálltak védekezni, ezen mosolygott Pena is. Na nézzük, Pena! Kapufa, és aztán nincs szerencsénk. Kapus cserélt egyébként a Lublin. Alexandra Baranovska érkezett. Annyit tett itt, hogy nem rúgta be hátulról, nem pattant be a saját lábáról a kapuba a labda. Abramovics véd. Zácsik nem indít. Mészáros. Szucsánszki, Zácsik. Nagy a lendület. Mészáros, Szucsánszki. Most áll meg a támadás. Most még 1/2 percig 5-5. Steinbach. Zácsik. Szucsánszki most lehúzódott a szélre. Onnan indul befelé, Steinbach remek átadás Kovacsicnak. 28-19. Kovacsics továbbra sem nagyon tud rontani. Nem is kell, őrizze meg ezt a jó szokását az egész szezonban. 6 gólos már. A különbség pedig újra 9. Vojtas, hozzáért ugyan Abramovics, de megvan Vojtas 10. gólja. A Lublin találatainak felét ő szerezte. És ezzel egyúttal meg is duplázta az idei BL góljainak számát. Jön vissza Szikora Melinda Abramovics helyett. Valóban Abramovics sem tudott túlságosan sokat hozzátenni, vagy sokkal többet hozzátenni, mint Szikora. Volt az első fél időben egy statisztikai mutató, amelyben azt láthattuk, hogy hasonló a lövési hatékonyság a két együttesnél, ez pedig a védekező játékosokat dicséri feltétlenül, mert ugye az azt jelenti, hogy jó, a kevesebb lövés jutott el a ferencvárosi kapusokig és kapuig, mint amilyen a másik oldalon.
Kovacsics, Baranovska véd. Sokan tudta bepattintani Kovacsics. Giga. Giga felmegy. Most meglövi a 21. lengyel találatot. Hoppá. Steinbach nem figyelt róla. Majd a mellcsente a labdát, éppen hogy letelt a kiállítás a lengyeleknél. Zácsik. Fene a háta mögött. Ezzel meg elmennek. Szarka nyúlt oda. A labda pedig a miénk. Konszur lábát érintette íme. Szarka pedig a labdát ütötte el. És itt egy újabb eladott labda. Most megint könnyelműek vagyunk elől. Malek. Rossz passz. Szerencsére hátul viszont fegyelmezettek. Zácsik szerzett labdát. Nem könnyű azért egy ilyen ellenféllel szemben folyamatosan 60 percen keresztül koncentrálni, azért ez is hozzátartozik az igazsághoz. Amikor tudja egy csapat, tudják a játékosok, hogy megvan a győzelem, mert az nem lehet kérdéses. Tomori most bent Zácsik helyett. Fena. Steinbach, Tomori. Steinbach. Próbál közelebb menni. Érten orsolja a padon. Steinbach, véd Baranovska, a kipattanó Kovacsicé, akinek még arra is volt ideje, hogy lepattintsa egyszer a labdát, mielőtt befordul. 29-21. Újra 8 közte. Azért azt a 10-et csak el lehetne érni. Arról a 12-ről már ne is beszéljünk, amit ugye a Buducsnaszt közé tett a Lublin elleni mérkőzésen az első fordulóban. Lehetne egy picit üzenni a montenegróiaknak, hogyha ez a múlt heti találkozó nem lett volna elég. Még akár az is előfordulhat, hogy az utolsó podgoricai mérkőzésen dől el a továbbjutás, bár azt azért nagyon nem szeretnénk. Jó lenne addigra letudni ezt a dolgot. De hát ahhoz éppen a Podgorica kell a mai napon. Pontot szerezzett Dániában, pillanatokon belül kezdődik majd az a mérkőzés, amit Jilland ellen. Ápolási szünet. Lengyel játékos maradt lenne a földön. Vojtas egészen pontosan. Három gólt lőtt a második fél időben, hetet az elsőben. Az a dabasi helyszín nagyon bejött a Ferencvárosnak. Ez a 12. mérkőzése itt a zöldfehér együttesnek a nemzetközi kupában. Az eddigi 11-ből 10-et megnyert. Csak a Vilcea tudott itt diadalmaskodni még tavasszal. Vojtas. Vojtas. Szikora. Cifra. Fena. Fena egy kis labdavezetés. Lábbal ő meg tud verni bárkit. Kovacsics. De kiválóan lát is a pályán Nerea Fena. Most Kovacsics Mónikát vette észre. 8 gólos immár a jobb szélső. Borzasztóan rosszul védekeztek a lengyelek. Eltolódtak középre. Vojtas. Giga. Mészáros védekezett vele szemben. Valóban a védőmunkája fantasztikus. Mészáros reált, nem véletlenül dicsért a német András sem a szünetben. Giga. Eladott labda, Pena,
ezzel el lehet menni, és lehet először 10 gól a különbség, 10 gól a különbség. 31-21. És pontosan 10 perc a hátralévő idő. Meg lehet itt még az a 12 is. Kazimur. A védési hatékonyság 30% környékén mind a két oldalon. Pena. Zuga, Polska. Nem lehet megrendíteni a lengyel szurkolókat. Úgy tűnik, hogy a csapatukat már igen. Egy újabb Pena gól. 32-21. Giga. 7 méteres. Hogyha már azt felhoztam a beállóinkkal kapcsolatban, hogy nem szereznek gólt, akkor azért azt is meg kell jegyezni mindenféleképpen, hogy gólt nem nagyon kapunk beálló pozícióban. Ferenczi Anna Mária, egy nagyon fiatal játékos, mindössze 19 esztendős kapus a pályán. Vojtasszal szemben a 7 méteresnél. Vojtasznak megvan a 11. gólja. Elment Ferenczi a lövőcserre. Szarka. Steinba. Tomori. Azért is lehet hetest adni. Meg is kapjuk. Remek befutás volt Szarkától a szélről. És most vajon kilövi a 7 méteres. Tomorira mutat Elek Gábor. Pena ugye kihagyta az előzőt. A kapufára lőtte most Tomori. Néz szembe Baranovskával. Ejteni most nem tud, Baranovska nem áll előre annyira. Az első gólja a második fél időben Tomori Zsuzsának, összességében a 6. Most azért nem kell lerágnunk a körmünket, mint egy héttel ezelőtt a Buducsnaszt elleni mérkőzésen. Hát nem baj, kellenek ilyen találkozók is. Pena. Kovacsic. Vojtasz lökött rajta egyet. Mehet is ki. Ja nem, a labda a lengyeleké. Na, az érdekes. Giga. Kozimur visszajött jobb átlövőbe. Bárkit cserél, Jankowski gyakorlatilag Vojtaszon kívül nincs olyan játékos, aki felveheti a versenyt a zöld fehérekkel. Még akkor is, hogyha most lő egy nagy gólt Giga. Már érzésem szerint itt egy kicsit elaludt Szikora is, meg a védekező játékosok úgy szintén. Pena. Szerez labdát, nagyszerűen érezte, hogy hová jöhet a passz. Hasznosan játszik nagyon Szarka Adrien. Pena. Tomori. 6 perc még a végéig. Steinbach. Steinbachtal próbál megpattan, Szarka még összeszedhet, ide nem is kellett utána nyúlni, mert Baranovska ért hozzá utoljára. Szarka ezzel bemegy és gólt szerez! 3 gólos Szarka Adrien. És mondom, maximális dicséret illeti, a 3 gól mellett harcolt ki 7-es szerzett labdát.
kiválóan szállt be. Gega, Kozimur, Vojtász, rossz passz. Ő is azért, mintha fáradna, mondjuk nem lenne éppenséggel meglepő. Most hogy gólt szereznek beállóba Drabik. Az elsőt a meccsen teszem hozzá. 34-24. Kena. Tomori tovább. Steinbach. Hozzáért Baranovska, de itt egy újabb Steinbach gól. Az ember minden egyes pozitív megmozdulásának örül. Megvan a második gólja. Azért egy pici mosoly az ő arcán is megjelent. Meghatározó játékos a német válogatottnak, ellenfél lesz majd a világbajnokságon Steinbach. Sikora maradt a rövid oldalon, és milyen jól tette. Pena. Tomori. Tomori, de szépen fordult le. És aztán oda megy elnézést kérni Baranovskához. Megvan a 12 gólos különbség. És Tomori 7. gólja. És lehet ez még több is, már mint a 12, mert mondjuk a 7 is. Van még 3,5 perc. És újra a miénk támadhatnak. Szenyba, Pena. Steinbach talpról, na! 37-24. Alakul az a statisztika is. 3 perc még a végéig. Kozimur. Malek. Mészáros fogta meg, így de kár ezért. Pena nagyon látványosan szerezte meg a labdát. Néhány perccel, illetve hát egy jó másfél órával a mérkőzés előtt még a Berra-Berra találkozójáról érdeklődött egyébként Nerea Pena. Azt szerette volna nézni, de hát hozzá is tett, hogy valószínűleg ki fognak kapni nagyon a honfitársai a Larviktól, végül így is lett. Ezzel pedig egy lengyel időkérés. Húzi vissza, Reo menjen el onnan! Bal oldalra menjen, te neked jobbra. Jó? A Laura lője meg a kontrát, kifelé húz meg, jó? És a lő meg alulról a kontrát, fölfelé vissza, jó? Lőjünk egy nagy gól, gyerünk! 2-3! Bravi! 13 gólos különbség, tehát 37-24. És jönnek az utolsó másodpercek. Kozimur. Egy lengyel találat. Dorota Malek a szerzője. Nyilván a Lublin szakvezetője nem szeretné, hogy a csapat egy óriási nagy zakóba futna bele. Már azért ez a 12 gól, ez már amúgy is igencsak nagy különbség. Itt most nagyon belelendült a Fradi az elmúlt percekben. Steinbach lövését védte Baranovská. Malek. Malek lövi el. Sikora hárít. Hozzáért még egy védekező kéz is. Steinbaché volt az, ha minden igaz. Pena. Gyönyörű. Mészáros. Ő is gólt szerez. Mészáros.
A pályára került ferencvárosi mezőnyjátékosok közül csak Szamoránszki és Cipra nem talált az ellenfél kapujába. 38-25. Kozimóre. Véd Szikora, nincs sípszó, bár a lengyelek egész pontosan Vojtaszt nagyon szerette volna. Pena meg rohan, és Pena újabb gólt lő. Hát az első fél idő végén az lehetett a cél, hogy legyen meg a 20, akkor most a 40 gólt kitűzhetjük. Egy kell még hozzá, egy perc van hátra. Talpra pattan mindenki. Kozimóre. Vojtasz. Kozimur, Pena elüti, Szarka pedig magához veszi a labdát. És most nincs rohanás, visszaérnek a lengyelek. A Győr lőtt már egyszer 40 gól felett az idei BL-ben. A Hipónak 41-szer talált a kapujába a BL címvédő. Most a Fradi is elérheti a 40-et. Tomori, Feinbach, Pena. Feinbach, bepasszolja Mészárosra, az mellé megy, de 7 méteres. Zsalika nem lepergetik az órát, úgyhogy egy időn túli hetes lesz ebből. És ezt most nem Tomori fogja lőni, hanem Kocsis Ágnes, aki ugye még nem lépett pályára, egy 18 esztendős irányító, aki vastagban részesül most itt a Dabasi Sportcsarnokban. Elek Gábor őt küldi oda, nincs még gólja a Bajnokok Ligájában. Tavaly 4 mérkőzésen játszott, és most már gólja is van. Kocsis Ágnes góljával zárul tehát a mérkőzés, amelyet a Ferencváros 40-25-re nyer meg a Lublin ellen. Pontosan úgy, ahogy egy ilyen típusú mérkőzést meg kell nyerni a Bajnokok Ligájában. Voltak azért hibák természetesen, de hát itt most nem azzal kell foglalkozni, hanem azzal, hogy a kötelező győzelem a zsebben, és úgy lehet utazni Lengyelországba majd 2 hét múlva, hogy bizony alaposan megszórta a Fradi ezt a lengyel csapatot, és hát egyáltalán nem csodálkoznánk rajta, hogyha elvette volna a lengyelek kedvét a folytatástól. 2 nagyon-nagyon komoly zakóba futott bele a Lublin itt az első 3 fordulóban, de azért az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a Midtjylland ellen hazai pályán egy igen szoros mérkőzést játszott, úgyhogy ott majd azért egy másik légkörre, egy másik hangulatra és egy másik mérkőzésre kell felkészülnie a magyar együttesnek. 8 lerohanásból direktben, 19 technikai hiba a másik oldalon, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon beszédes a statisztika, de hát hogyha ott a sárga mezőt megnézzük, akkor az mindent elárul. 15 gólos győzelem tehát a Ferencváros javára, 40-25 a végén, innen a kommentátor állásból. Ezzel köszönöm szépen a figyelmüket, de jönnek nem sokára az interjúk innen Dabasról, aztán jön majd a Győr is, meg a Veszprém is még itt a Ligisport 1-en, úgyhogy átmeneti csak a búcsú.